A ma estét előre beharangoztuk, mert valóban nagyon izgalmas, nagyon szép, nagyon gazdag és tartalmas tanítások fognak következni, és ez tulajdonképpen folytatása a tegnap esti siúrnak, aminek a második felében elkezdtük értelmezni és elemezni, végigvenni Salamon király prédikátor könyvének, a Koheletnek a 12-es fejezetét, ami az öregedésről szól. Arról szól, hogy az embernek jobb kihasználni a fiatalság napjait, érdemes és érdemekkel teli, értékekkel teli feladatokra. Az ember használja ki jótékonyságra, jó cselekedetekre a fiatalság napjait, mert amikor megöregszik, akkor majd visszanéz, és szomorúan fogja látni, hogy az, amit korábban elmulasztott, azt már nem tudja pótolni öregkorára. És Salamon, Slomo, a Melech, a hozzáillő metaforikus megfogalmazásban beszél az öregségről. Ha megengeditek, akkor gyorsan felolvasnám a kezdetét megint ennek a 12-es fejezetnek, csak azok számára, akik esetleg tegnap este nem voltak velünk, vagy esetleg elfelejtettük. Csak azért is teszem ezt, mert a 152-es lapját fogjuk tanulni a Sábát traktátusnak, és közben üdvözlöm Juditot és Larisszát, szervusztok, jó estét kívánok! Tehát a 152-es lapot fogjuk tanulni, és a 152-es lapnak egy első része még foglalkozik Salamonnak ezzel a ezzel a tanításával, folytatja a metaforikus tanítás értelmezését, és utána is még az öregségről lesz szó, majd áttér a halálra, a halál után dolgokra, arra, hogy mi történik a testtel és a lélekkel a halál után. Tehát Salamon a következőt mondja: és gondolj teremtődre ifjúságod napjaiban, amíg el nem jönnek a bajnak napjai, és el nem érkeznek az évek, melyekre azt mondod, nem telik bennük kedvem. Amíg el nem sötétül a nap, s a világosság, meg a hold és a csillagok, és visszatérnek a felhők az eső után. Azon napon, midőn meginognak a háznak őrzői, és meggörbülnek a vidész férfiak, és szünetelnek az őrlőnők, mert megfogytak, és elsötétülnek az ablakon kitekintők. És elzáratnak az ajtók az utcán, midőn alászáll a malom hangja, és fölkel az ember a madár hangjára, és halkká válnak mind az éneklányai. A magastól is félnek, s ijedelmek vannak az úton, és kivirul a mandulafa, és váncorog a sáska, és hasztalannak bizonyul a kapor, mert elmegy az ember az ő őrök házába, és körüljárnak az utcán a gyásztartók. Míg el nem szakad az ezüstkötél, és szétzúzódik az arancsésze, és eltörik a korsó a forrásnál, és összezuzatik a kerék be a gödörbe. És visszatér a por a földbe, mint volt azelőtt, és a szellem visszatér Istenhez, aki adta. Hiúságok hiúsága, mondja Kohelet, minden hiúság. Azon felül, hogy Kohelet bölcs volt, még tanította a népet megismerésre, és fontolgatott, és vizsgálódott, sok példabeszédet szerzett. Ugye az első 6 mondat, ami a pusztulásról, a széttörésről, a szétválásról szól, azt úgy értelmeztük, hogy Salamon metaforaként használja az emberi testnek az előregedésére és széthullására, a nap, a hold, az a szem, a fül, a orr, a homlok, az ágyék, a gerinc, az embernek a különböző belei és hasonlók, és mindegyiket végigvettük, és itt tartottunk, amikor azt mondja, hogy azon napon, midőn meginognak a háznak őrzői, és meggörbülnek a vitéz férfiak. Mire vonatkozik a meginognak háznak őrzői? Meginognak háznak őrzői, és meggörbülnek vitéz férfiak. Éluak szolimbát szlois. Amikor meginognak háznak őrzői, ez az ember lágyéka, és az embernek a bordái. És meggörbülnek vidész férfiak, ez pedig az embernek a combjai. És alászáll a malom hangja, élő a sináim, ezek a fogak.
ve hoshka reis barubais, és föl kell az ember, és elsötétülnek az ablakon kitekintők, ez pedig az embernek a szemei. Tehát ezek a különböző testrészek, amelyek az ember öregségével, szervusz kata, az embernek az öregségével együtt gyengülnek el. Ha már öregségről van szó, akkor a következő történet is erről fog beszélni. Amelé készáll Rabbi Yehoshua ben Hananya, mai tájmelői aszisz le beavidan. Azt kérdezte egyszer a császár Rabbi Yehoshua ben Hananyától, az egyik nagy bölcstől abban az időben, mondd, miért nem jött el Avidan házába? Ugye az Avidan házáról, ha jól emlékszem, már a Brachot traktátus végén, vagy a Sábát traktátus elején volt szó. Ez egy ilyen vitaháza volt, ami nem egyértelműen volt egy bálványimádó pogány templom, de egy olyan ház volt, ahol hitvitákat szerveztek. És ezekre a hitvitákra szinte kötelezték a korabeli bölcseket, hogy menjenek el, ezért is nevezték Bét Avidánnak, Avidán házának. Avidán azt jelenti, hogy pusztulás, elveszés, mert úgy tartották a bölcsek, hogy nem érdemes oda elmenni, mert az embernek nem érdemes ilyen hitvitákban részt vennie, és ezért a veszedelem házának, az elveszés házának nevezték. De mindig próbáltak valami kifogást találni, hogy miért nem mennek. És a császár egyszer megkérdezte, hogy Yehoshua ben Hananyát, mondd, miért nem jöttél vitatkozni egyet? Amelej turt lakszach runig lidin. Erre a következő metaforával próbálta leírni, megmagyarázni neki a Yehoshua. Azt mondta neki, tudod, a hegy, a hegy csúcsa havas, és a hegy körül pedig nagyon sok a jég. Kalboi lojnofhin, a kutyák már nem ugatnak, tachonnai lojtochanin, és a malmok már nem őrölnek. Mit akart ezzel mondani, hogy a hegy csúcsa már fehér, az a fejbúbja, ami ott van, olyan fehér, mint hogyha havas lenne, és jég veszi körül, ez a szakála, ami ugyancsak fehér, mint a jég. A kutyák nem ugatnak, ez a hangjára utalt, hogy már alig tud beszélni, olyan öreg, hogy már alig jön ki a hangja, és a malmok nem őrölnek, az pedig a combjai, amik nagyon nehezen viszik, és azt mondja, nekem már nincs erőm. És ezt metaforikusan írta le, és azt mondja, nekem már nincs erőm elmenni. Beirav Amri, Adde Loavdina Bachisna. Ehhez hasonlóan, vagy ezt leírva, hogy hogyan példázták a bölcsek az öregséget, azt mondta Ráv, olyan vagyok, mint aki valamit keres, amit soha nem veszített el. Miért? Azért, mert annyira meggörnyedt háttal, és lehajolva jár az ember, és amit, hogyha valamit keresne a földön, pedig soha semmit nem veszített el. Tányira is jöjjszi bár kiszma, mert tavat rémit lász. Azt mondta rám, jöjjszi bár kiszma, van olyan, amiből jobb kettő, mint három. Mire gondolt? A lábakra. És ez egy visszatérő ilyen kis metaforikus mondás. Az ember, amikor egészséges, akkor két lába van. Amikor kezd beteg lenni, akkor lesz egy harmadik lába, a sétabot. Vagy a bot, amire támaszkodik. És általában azt szoktuk mondani, hogy jobb a több, mint a kevesebb. De ebből jobb a kevesebb, mint a több. Vájlé le hadad de azlavilai asszja. Jaj annak, a kötélnek, ami megy, de nem jön vissza. Mi ez a kötél, ami megy, ami nem jön vissza? Amarev chizdaján kusza. Ez a fiatalság. A fiatalságot nem lehet visszahozni. Ki assza, amarján kusza, klilla de várda. Amikor Izraelből megérkezett Babilóniába, akkor a chizda azt mondta, a fiatalság olyan, mint a rózsa. Szabusza, klilla de chilfa. Az öregség meg olyan, mint a... Az öregség meg olyan, mint a tüske. Tányam is Meir, Rabbi Meir, buch bekhavik ve tiskach benigri. Azt mondta Rabbi Meir, amíg tudsz, addig rágjál sokat a fogaddal, és egyél mindig annyit, hogy jól lakjál.
se nem már a Jeremiás könyvében írva van, nizba lechem, ve niet tövim, ve ra lejreinu, lakjunk jól a kenyérrel, és legyünk jók, hogy nehogy rosszat lássunk. Amelét Shmuel Rabbi Huda, sinana, se rej szakich ve ájl lachma. Hasonló módon azt mondta Shmuel Rabbi Hudának, te, éles eszű tanítvány, menjél, nyisd ki a zsákodat, és tömd meg kenyérrel. Ádár baim snin michlimáli, mert 40 éves korig jót tesz az embernek, hogyha jól lakik és sokat eszik, mikámbe élek mistimáli, innentől fogva, amikor már az ember kezd öregedni, és érdekes, hogy a 40 éves korban határozták meg az öregség fordulópontját, akkor kezd öregedni az ember, akkor én ez már túl vagyok, ezek szerint már kezdek öregedni. Tehát 40 éves kor után már nem jó sokat enni, hanem inkább érdemes sokat inni. És ezért mondták a bölcsek a jó tanítványaiknak, egyetek sokat, amíg még ehettek, és ezzel gyűjtsöttek erőt, hogy utána, amikor öregek lesztek, akkor már ezt nem lehet pótolni. Nos, történt egyszer, hogyha az öregség kapcsán egy háremőr, aki ráadásul egy cduki volt. A cduki az egy szadaceusnak szoktuk folytatni, hogy ez egyik ókori szekta volt, de a szadaceust, a cdukit a Talmud általában is az eretnekre szokta használni, az eretneknek egy megnevezése. És a következő történet esett meg, amelé a hugoizza, ez a háremőr, és ugye majd a történetben ennek lesz jelentőség, hogy a háremőrök azok általában ki vannak kasztrálva is ráadásul. Tehát a háremőr odament Rabbi Shoben Karchához, és azt mondta neki, Rabbi Shoben Karcha egyben idős ember volt, és már kopaszodott, és viccesen azt mondta neki, mondd, Karchinába, kopaszvárosba, hogyan kell, mennyit ideig tart odáig eljutni? Gúnyolódott rajta, hogy ő ennyire kopasz. Amen léke, me hachalagoi zána. Erre azt mondta neki, tudod mennyi idő? Annyi idő, amint innentől a kasztrált városba. Visszaválaszolt neki. Amen egy duki, bárho kárho bár bo. Erre azt mondta neki, tudod, egy kopasz kecske, mondta neki a háremőr, azt négy pénzért, ezüst pénzért lehet eladni. Amelé ikaras lifja betimna. Azt mondja, igen, igazad van, tényleg egy herélt kecskét viszont 8-ért is el lehetne adni. Házad elő, hogy szaim beszani, amikor látta a háremőr, hogy nem bír Rövisőr, amikor arra, hogy nem lehet csak úgy kigúnyolni, és közben látta, hogy éppen veszi fel a cipőjét. Erre azt mondta neki, amelé, de al szusz melech, figyelj, azt mondta neki, a király az a lovon szokott lovagolni. De al-Hamoyr ben-Hajrin, a szamáron azon egy átlagos ember, de egy szabad ember szokott lovagolni. Úgy de menne a laiberág, laibárin is, és az, akinek van, nincs semmije, de legalább szabad ember, egy átlag ember, annak legalább van cipője. De az, akinek se az nincsen, még cipője sincsen, de hafiruk fér tav minei, annál jobb az, mint akit már eltemettek. És így akart gúnyolódni rajta tovább. Amelé, gajzat, lassamát. Azt mondta neki, figyelj, te háremőr, hármat mondtál nekem, tudod mit? Hármat fogok neked én is mondani. Hadrász panim, zakan. Mi az embernek a szép arcának a szépsége? A szakár. Simchas lév, mi az öröme a szívnek? Isa, a felesége. Nachlasz Hashem, és mi az örökkévaló ajándéka? Bonim. Ez pedig a gyerekek. Baruch HaMokom, áldott legyen az Isten, sem a Nachomi Kulam, hogy neked nem adta meg ebből egyet, neked nem adott belőle egyet sem. Ugye, ő gúnyolódott rajta, de ő ki volt herélve, és azért nem volt felesége, nem voltak gyerekei, és nem volt szakála. És azt mondta kérem, hogy figyelj, mondok neked valamit. Az arcnak a szépsége a szakál. A szívnek az öröme az asszony. És az örökké való ajándéka a gyerekek. Neked egyik sincsen. Hála Istennek, hogy egyik sincsen neked. Amelé kárha mecú jana, amelé ikra slifatai héha. És akkor úgy köszöntek el egymástól, hogy azt mondta neki, egy nagyon ügyes kopasz ember vagy. Én meg azt mondta neki, hogy te pedig egy
egy herélt vagy, aki megérdemli, hogy, hogy megrólják. Érdekes történet, hogy nem hagyta magát Rabbi Shimon Karcha kigúnyolni, nem, hiába egy öreg ember volt, visszaválaszolt, és nem hagyta magát kigúnyolni. Amelé Rabbi Shimon, de különben maga ez a mondás is milyen szép. Ez a hármas, amiről azt mondja, az arc szépsége a szakál, a szív öröme az asszony, és az örökkévaló ajándéka a gyerekek. Nagyon szép. Oké, amelé Rabbi Shimon ben Chalafta. Egyszer Rabbi azt mondta Rabbi Shimon ben Chalaftanak, mipné, málai hikib lánupo nechobe regelke derekségek, blávajszávajszeha. Szóval mondd, miért nem jöttél hozzám az ünnepen, hogy vendégül lássalak, hogy már az atyáim is vendégül látták a te atyáidat? Miért maradtál el? Mert azt mondta neki, amelej, ő is egy metaforával, vagy egy költőmódban válaszolt. Azt mondta, szlaim nászugvaim. Azt mondta, a sziklák magasak lettek, kravim nászurechaiki, a közeliek távoliakká váltak, mistáim nászusalois, a kettőből három lett, mi szém salimbe bájsz batel, és az, ami a békét vissza tudja hozni a házba, az megszűnt. Mire gondolt? De azt akarta elmondani neki, hogy ő már öreg ember, és már nem volt ereje, és nem volt lehetősége elmenni hozzá vendégsége. Miért? Azt mondja, a sziklák magasak lettek, amikor az utat meg kell tenni, egy hosszabb út is most már nehezebb, mert ami korábban egy kis kő volt, most már egy nagy szikla lett. Ami közel volt, az távol lett. Korábban, fiatal koromban még olyan közelinek tűnt, most már olyan távolinak tűnik. Most jön a lényeg, azt mondja, a kettőből három lett. Volt két lábam, és most már van három, mert van egy bot is, amire támaszkodnom kell, és azt mondja, a végén, és az, ami a háznak a békét vissza tudja hozni, az megszűnt. Mi az, ami a háznak a békét vissza tudja hozni? Azt mondják a kommentárok, az a házas élet. Szóval mindig, amikor elmentem otthonról, elutaztam, a feleségemnek nyilván nem örült. De amikor visszajöttem, akkor volt egy kis házas élet, és ki lehetett békíteni az asszonyt. És már olyan öreg vagyok, hogy nincs lehetőségem a házas életre, most már kibékíteni se tudom. Szagrod a szájbe, besuk. Ugye mit mond még Salamon ebben a prédikátor részben? Azt mondja, hogy bezárnak az ajtók az utcán. Mit jelent, hogy bezárnak az ajtók az utcán? Én ugye folytatjuk, hogy ez egy metafora az emberi testnek a elmulásá, az öregedése és elmulásához. És azt mondja, élőnek kavövsel Adam, ez az ember test nyílásai, amelyek korábban, amikor az ember fiatal, olyan könnyen jön, minden könnyen megy be, könnyen jön ki, amikor az ember megöregszik, akkor ezek az ajtók kezdenek becsukódni. Bisvál kölatachano, ugye hogy szól pontosan az a fordítás, elzáratnak az ajtók az utcán, midőn alászáll a malom hangja. Mi az a malom hangja? Bisvél kurkövönse, én de tőlejke, mert a belek, ami a malom ebben az értelmezésben, a belek nem örülnek úgy, mint korábban, és már sokkal nehezebben megy az emésztés, és nehezebben megy kimenni az illemhelyiségre. Jakum le kölcipoj, és föl kell az ember a madár hangjára, és a cipőnál is rossz, hogy az ember már kezd rosszabbul aludni, amikor öregszik. Az ember már öregszik, akkor már rosszabbul alszik, és még egy kis madárnak a hangjára is rögtön fölébred. De is sáhukol banész a sír, és halká válnak mind az éneklányai, és a filu kol sarim, és sarasz dömesz alafke szicha, hogy a halká válik az ének hangja, hogy a hallás az emberek megromlik, és amikor énekelnek előtte, akkor úgy hallja, mintha beszélnének, mert már olyan rossz a hallása. Bábár zilági ladi amále dovil, bens majnim sana nőhia jöjma édebén tőle rá, és ugyanezt mondta Barzilai, a giladi Barzilai Dávidnak. Ugye a történet úgy szól, hogy ugye amikor Absalom, Dávidnak a fia, föllázadt Dávid ellen, végül is miután sikerült leverni ezt a lázadást, és Absalom meghalt, és a lázadók meg visszatértek, bocsánatot kértek Dávidtól, akkor ott volt ugye ez a Barzilai,
a Giladi Barzilai, aki Dávid segítségére volt, és Dávid meg akarta neki hálálni a segítséget, és azt mondta neki, hogy ő felajánlotta, hogy térjen vele vissza a királyi palotába, és Dávid örökre a gondját fogja viselni. És Barzilai visszautasította ezt az ajánlatot, és azt mondta, hogy nem akar menni, mert ő már öreg, már nem bírna annyit menni. Hogyan fogalmazott neki a Sámuel könyvében, a Sámuel 2.19.36-ban, Ben Smoinim Sane a Nöjhjájöjj, 80 éves vagyok én ma, Á, édabén tőle rá, tudom is én mi a különbség a jó és a rossz között? Mikánse de eiszen sel szkénim is tánisz. Mit jelent az, hogy nem tudom, mi a jó és a rossz között a különbség? Ember megöregszik, akkor már kezdi elfelejteni a dolgokat, és az, hogy mit tud és mit nem tud, az nem egyértelmű. Az tegnap tudta, az nem azt jelenti, hogy ma is tudni fogja. Imi jitám av deho, ez a ser achál, ez a ser este, és azt mondta aztán a mondat másik felében, tudom én, tudja a te szolgád egyáltalán megkóstolni azt, amit eszik, és azt, amit iszik? Mikán se szívsz, hogy szem se szkinim is ráptaisz, egy másik jelenség, az ember, amikor megöregszik, akkor az ajkai beesnek, és már nehezebben esik enni, nehezebben esik is enni. Im esma oidbe kal sarim és sarősz, fogom-e még hallani az énekek hangját? Mikán se az ném se szkinim is kábdaisz, de látjuk, hogy az öregeknek a hallása is romlik, ugyanaz, amit itt mondtunk Salamon szövegének az értelmezésében, hogy az ének hangot is már beszédnek hallja, amikor az ember megöregszik, mert már a hallása megromlik. Most a kérdés az, hogy tényleg mindig így van-e, és hogyan lehet esetleg mégis megelőznie az öregségnek ezeket a jeleit. A Talmudban ez egy visszatérő, és nem csak a Talmudban, ez már Salamon maga is mondja, egy visszatérő tanítás, hogy amikor a túlzott nemi kéjelgés az embernek az erejét kiveszi, és amikor megöregszik, akkor sokkal inkább lesznek ezek a jelenségek nála. Amarav bar zilájegi ladis sakarahavo. Mindjárt erről is fogunk beszélni, de előtte azt mondja Ráv, hogy bar zilái ez egy hazug ember volt, mert nem igaz, hogy azért, mert hogy ő mert 80 éves, azért már ilyen öreg kell, hogy legyen. De a hiem asszad de hávja be Rebit, be tisim és szártin is nimbe, hávja táma kidra. Volt például Rebi házában egy bejárónő, aki 92 éves volt, és ő volt az, aki végigkóstolta az ételeket. Olyan jó volt még a ízlelése, hiába volt egy idős ember, akkor nem igaz az, hogy ő nem tudja megkóstolni. Ugye azt mondta, hogy kóstolni se tud semmit, nem érzi a különbséget az ízek között. Azt mondja, ez nem igaz, még egy idős ember is látjuk, hogy érzés. Erre mondja Rave azt, bár Zilá gilési tudsz de zimohávet. Bár Zilá azért járt így, és azért használódott így el a teste, mert fiatal korábban hedonista módon élvezkedett a nemi örömökben, de kala satúf be zima, ziknöké fecesz alap, és az, aki túlzottan átadja magát a nemi örömök, nemi testi örömöknek, azt az öregség hamar fogja legyőzni. Tányérem ismerben a bészőjeim, mert a mideha hamim kozmán sem az kinin hachmoni szai szefezben folytatjuk még az idős korral az öregséggel kapcsolatos tanításokat. Azt tanítottam ismerben a bészőjeim, amikor túra tudósokról van szó, amikor öregszenek, minél öregebbek, annál több a bölcsességük. S nem már, ahogy Jobb könyvében olvassuk, bi sisim hachma, az öregeknél van a bölcsesség, ve aire chemim tfuna, és akinek sok napja van, nála van a tudás. De Améorec, ezzel szemben a tudatlan emberek, kozmán sem a skinim, dipsus nincsai szefezben. Minél inkább öregednek, annál hülyébbek lesznek, annál tipsuszt aztán nem lehetne azt mondani, hogy buta egyszerűen, idióták, annál elnézést a kifejezésre, nincs jobb, annál hülyébbek lesznek. És nem már mészir szafa lenne manin, de tam skinim jikach. Ahogy írva van, az örökkévaló elveszi elveszi a száját, a szavakat, még a hozzá hűségesektől is, de és elveszi az öregeknek az ízét, az íz alatt itt az értelmét kell érteni. Magyarul ezt úgy fogjuk értelmezni, hogy egy tóratudós öreg, az lehet, hogy már nem tud annyira beszélni, de a tudása, az értelme megmarad.
egy tudatlan ember, az viszont már a felfogása, a tudása is megromlik. Gámmik vajáiró, sa filugab sisüsz ktánom, dajme alapká háré harim. Mit mond az ötös mondatban Salamon? A magastól is félnek, és ijedelnek vannak az úton. Mit jelent az, hogy a magastól is félnek? Hogy még egy kis akadály is egy nagy akadálynak tűnik. Úgy tűnik, mintha magas lenne. Mintha egy nagy hegy lenne. Veszachtimba derech, és ijedelmek vannak az úton, és sohasem a hálak, mert derech nászulna itt vahim. Ha az ember, egy öreg ember megy az úton, akkor állandóan szorong, hogy nehogy elessen. De ilyen na egyszer soked, és mit jelent az, hogy kivirul a mandulafa, Elohá gavis, ez az embernek a hátsója, ami egyre jobban fáj, és olyan, mintha egy fa kivirágzott volna, gondolom, hogy a mandulához hasonlít az embernek a hátsója, és ezért hasonlítja a mandulafához, de tafir hev jajna, és vánszorog a sáska, nem, bocsánat, és hasztalannak bizonyul a kapor, zöj chemda, ez pedig a nemi vágyak, amelyek kimúlnak az öregséggel. Oké? Okay. Rav Kahana Rav Kahana havi paszik szidra kmeide rav, ki matala haj kra. Rav Kahana egyszer magyarázott tórai részeket, bibliai részeket, és amikor elérkezett ezekhez a mondatokhoz, Nagid vesznach, akkor felsóhajtott. Amar smáj minna se batallé chemdéd ráv. A végéhez érkezett, és akkor az volt ott írva, hogy haszontannak bizonyul a kapor, és ezt úgy értelmeztük, hogy ez a nemi vágyak elmúlásáról szól, és akkor Rav Kahana felsóhajtott. Bocsánat, Rav felsóhajtott, amikor Rav Kahana ezt értelmezte a szöveget, és aztán Rav Kahana úgy látom, hogy te már öreg vagy, és azért sóhajtasz, mert tényleg elmúltak a nemi vágyak. Vagy a nemi képességek, nem világos, hogy ez melyikre vonatkozik. Amar Rav Kahana, majdik szív ki a hu amar ve jehi. Zú isa, civéve jámoid élő a banim. Ha már a nemi vágyakról van szó, akkor mit jelent az, amikor a Zsoltárok azt mondja a 33-as fejezetben, ki hu civa, ki hu amar ve jehi, hogy az szó szerint úgy hangzik, mert az örökkévaló azt mondta, mikor az örökkévaló azt mondta, és lett, hu civa ve jámaid, amikor ő parancsolta, és felállt. Mit jelent ez a mondat? Ki hu civa, mire utal itt a teremtésben? Ki hu amar ve jehi, amikor ő amikor mondta, hogy legyen, és lett, ez a nemi vágyakra vonatkozik, zöj is a nők iránti, asszonyok iránti vágy, de ugye ez mind a két irányban van, úgy szívebe jár majd, ő parancsolt, és lett, ez pedig a gyerekek. Ugye azt akarja ezzel mondani a Talmud, hogy tulajdonképpen nincs is, és ez máshogy is megjelenik a Talmudban, hogy a nemi vágyaknak nincsen racionális magyarázata, egy teljesen irracionális dologról beszélünk. És igazából Isten ajándéka, vagy Isten parancsa, Isten kódja, amit az emberbe, és az, nem csak az emberbe, az egész természetbe bekódolt, hogy legyenek nemi vágyak, mert ezzel van biztosítva a következő nemzedék. És hogy mennyire így van, hogy a nemi vágyakban nincsen racionalitás, a test maga, az miért lenne vonzó, mondja, amikor van egy brájta, ami azt mondja, ha belegondolunk, nyilván férfiak beszéltek egymás közt, de ezt ugyanígy lehetett volna mondani, hogyha nők mondják egymás közt, azt mondják, mondták egymásnak, miért vágyunk mi a női testre? A női test az tulajdonképpen a belek teli vannak mindenféle bélsárral, és a vége pedig teli van vérrel. Mi ebben a vonzó? Mégis mindenki a nők után szalad, és a nemi vágyakkal van teli. Pedig maga a test, a női test, az igazából
nincs benne semmi olyan, amit racionálisan meg tudnánk magyarázni, hogy miért olyan vonzó. Talán van egy másik helyen egy érdekes történet, ahol azt mondja, hogy egyszer a Sanhedrin megpróbálkozott azzal, hogy egy misztikus módszerrel egy dobozba bezárja a nemi vágyakat. Mert olyan sok problémát okoznak, olyan sok bűnhöz vezetnek a nemi vágyak. Aztán látták, hogy ez nem működik, mert a világ nem tud fennmaradni. De mindenképpen ez, hogy ez, mivel nincs racionalitás, ezzel akarják kihozni. Oké. Okay. Mit mond a Koheletnek a vége, amikor leírja az emberi test elmúlásának, öregedésének elmúlásának a végét? Akkor azt mondja, mert elmegy az ember az ő örök házába, és körül járnak az utcán a gyásztartók. Mit jelent az, hogy az ember elmegy az örök házába? Amarem Yitzchak, mert lámed se kol cádik ve cádik nöjszín, nöj modin ne kvík fajdő. Azt látjuk ebből, hogy minden igaz embernek van egy külön lakrésze a túlvilágon. Egy csak neki járó lakrész. És ezért mondja azt, hogy elmegy az ő örök házába, az ő házába. Szerintem, hogy van egy valamilyen személyes vonatkozása, ezt úgy kell érteni talán filozófiailag, hogy a halál után a lélek, ami alapvetően egy isteni szikra, egy isteni energia, nem veszíti el a személyes vonatkozásait, a személyes identitását, hanem van egy saját háza, ugyanúgy az embernek ezen a világon van egy saját háza. Itt a ház az nem csak fizikai értelemben, hanem ami kifejezi az identitását, a környezetét, és itt tovább. Az embernek a halálá után is marad valamilyen fajta személyes identitása. Mosan a meleg se nichnász húvá vadam leír. Sem nichnászim kulam be sárechod nichnászim. Mihez lehet hasonlítani ezt a dolgot? Mint amikor egy király bemegy a szolgáival egy városba, akkor bemennek, akkor ugyanazon az ajtón ment, kapun mennek be, és én laninka lehod vehod nőszín, hogy modele fikfaj, de amikor lefektetik őket aludni a városban, akkor mindenki a maga szintjének megfelelő suite-et, vendégszobát kapja. Ugye mindenki a maga VIP szintjének megfelelőt kap. Hiába egy kapun mentek be, ez nem azt jelenti, hogy ugyanaz lesz a bánásmód velük a városon belül. Ugyanígy, mindannyian meghalunk, és a halál maga az ugyanaz a kapu. Ugye a halál kapuja az ugyanaz a kapu. De a túlvilágon nem mindenki ugyanazt a elvánásmódot kapja. Amara viccok, majdnik szívke a jáudus vás sáhrusz hevel. Miért van ez írva egy fejezettel előbb a Koheletben, a prédikátorban, hogy a gyermekkor és a fiatalság mind veszendő, dvarim se az... Dvarim se adom őszöbe jár duszaj, azok a dolgok, amiket az ember fiatal korában csinál, és itt a kommentárok azt mondják, hogy itt a Talmud a, megint csak a túlzott hedonista nemi kéjelgésre gondol, ezek ma shilim ponnav lézis kanaj, ezek az embernek, az embert elveszejtik, és megfeketítik az arcát öreg korára. Amarem Yitzchak, kasher rimole mész, ke machat Vaszárháj. Ha már a Yitzchak mondását az öregségről idéztük, akkor idézünk tőle egy másik mondást is, a halál után, mi történik a testtel. Azt mondta, hogy Yitzchak olyan fájdalmas a holttestnek, a férgek olyan fájdalmat okoznak a holttestnek a földben, mint amilyen fájdalmat okoznak a tűszúrások egy élő ember testén. És nem már a Jobb könyvében írva van, Ach, sorry, Allah, Yikov, a húsa, ő rajta fájdalmasan fáj. Ugye a Kabala és a zsidó misztika ezt részletesebben is elmagyarázza, és azt mondja, hogy ugyan a test és a lélek egy egységet alkot az ember élete során. És ez egy olyan erős egység, amit nem lehet ahhoz hasonlítani, mint amikor egy ember fölvesz egy ruhát, és leveszi a ruhát, akkor a ruhában semmilyen nyoma nem marad az emberi identitásnak. A test és a lélek egy olyan erős egységet alkot, hogy amíg az ember él, addig nem lehet sehol se rámutatni az emberre, ahol azt mondanánk, hogy itt csak a test van, itt pedig csak a lélek van. Ez egy mindent átható egység. És ezért, amikor a test és a lélek szétválik, akkor a test által adott identitás
továbbra is bizonyos szempontból, ha elvonatkoztatottan is, de befolyásolja a lélek identitását, ezért van egy különálló identitása a léleknek, ahogy az előbb tanultuk, hogy mindenkinek megvan a maga lakhelye, lakrésze a túlvilágon. És a másik oldalról viszont a test maga is még a szétbomlás során is valamennyi kis nyomot még hagy benne a lélek. És ezért az a fájdalom, amit nyilván az ember érez egy egészséges, élő ember, az a testi fájdalom, amit érez, azt nyilván nem érzi már, de mégis valami fajta fájdalmat a test szétbomlása az továbbra is okoz a léleknek, és ezért mondja azt, olyan a test számára, vagy az ember számára, amikor a testét a férgek fogyasztják a földben, mint amikor az embernek a testét, egy élő embernek a testét tűkkel szurogatják. És ha már a test és a lélek kapcsolatáról van szó, nagyon érdekes és nagyon szép mondása van a Chizdának. Ez a következő tanítás. Amar a Chizda návsőséle adamisza beleszala kol siva. Az első 7 napban, a halál után, a lélek siratja a testet. Ugye jó barátok voltak, együtt voltak. A lélek siratja a testet 7 napon át. És nem már, ahogy Jób könyvében az előbbi idézett hely folytatásaként azzal, az embernek fáj a húsa, és a lelke pedig gyászot tart ő felette. Úgy szíve jászla, amivel sivasziomim. A gyász meddig tart? Tudjuk azt, hogy 7 napon keresztül tart, hogy Mózes első könyvében, az 50-es fejezetben olvassuk. Valószínűleg ez Józsefről szól, aki 7 napig gyászolta az apját, Jákobot. A lélek is 7 napig gyászolja a testet. Amár a Jehuda, mély se én lőj menachemim, hőlkén a szarabni adami jésőműkeim. Ha van egy halott, akinek nincsenek rokonai, nincs, aki gyászolja, akkor kötelessége a közösségnek, a közösségből 10 embernek elmenni oda, ahol az ember élt, és ott a sivét megülni és gyászolni 7 napon át, mint ahogy a rokonok szokták ezt tenni. A húde sahibbe seve vusszadar a Jehuda. Volt egyszer, hogy a Jehuda kerületében, körzetében volt egy illető, aki meghalt, aki leszármazottak rokonok nélkül, adta vissza a lelkét a teremtőnek, nem volt, aki gyászoljon utána. Kol jöjjme hava davar Rabbi Huda bejászolra. És azért Rabbi Huda minden nap megszervezett 10 ember, jaszfebe duhté, és elmentek a lakásába, és ott ültek minden nap egy kicsit, 7 napon keresztül. Leáchár és hivesziomi, 7 nap után, és Chazelé, Chalmeid Rabbi Huda, megjelent ez az illető álmában Rabbi Hudának, és azt mondta neki, ha amelé tanuach dájthos, nachtesz dájthi. Szóval most már megnyugodhatsz, nem kell többet jönni, megnyugodhatsz, mert te is engem megnyugtattál. Nagyon szép történet, ebből látjuk, hogy kötelességünk így a halott lelkét először is megnyugtatja a gyászolnak fölötte. Ha nincs, aki gyászoljon, akkor ezt lehet pótolni kell pótolni a közösségnek magának a rokonok helyett, a rokonok hiányában. Amar Rabbi Abbahu, kölsejmrim bifnél mész, hogy deácsi is szaszem a gajlön. Azt mondta Rabbi Abbahu, ha már arról van szó, hogy a test és a lélek kapcsolata, és hogy a test és a lélek kapcsolata nem szűnik meg egy pillanat alatt a halál után, hanem ez egy, a szétválás az egy folyamat. Azt mondta Rabbi Abbahu, ez annyira így van, hogy a halott mindent hal és ért egész addig, amíg el nem temetik. És ezért, ezt különben már másodt, azt hiszem, a Brachot traktátusban is tanultuk, és ezért ügyelni kell rá, hogy nagyon vigyázni kell, hogy a halott mellett mit beszélünk, mert a halott hallja. Ebben benne van különben még egy érdekesség, hogy a lélek és a lelkek és az élők világa az egy amúgy teljesen szétválasztott világ. Azt mondja, hogy egy lélek, ami visszatér, tahasz kiszeá kavajda, hogy mindjárt tanulni fogjuk, a lélek visszatér az örökkévaló trónjához, magyarul egyesül az isteni végtelennel, annak nincsen olyan értelemben tovább földi tudata,
hogy visszajár, és akkor nem tudom, hogy itt részt vesz a földi életben, esetleg csak kivételes esetekben. De a folyamatában, ahogy gyászoljuk, ez a folyamat, ahogy elválik és eltávolodik tőlünk, eltávolodik a mi világunktól, az egy hosszabb folyamat, és annak az elején még a tudata még mindig megvan. Pligerabi Chiam Rab Simon ben Rebi Hadamar Acsei Szaszöme Gajlom, Hadamar Acsei Szakel a Bosszal. Rab Chiával, Rab Chia és Rab Simon vitatkoznak erre, amit Rabi Abau mondott. Rab Abau azt mondta, hogy addig marad meg ez a tudatállapot, és hogy hallja azt, ami a környezetében van, amíg el nem temetik. Másik azt mondja, hogy addig, amíg a test el nem bomlik. Azt hiszem, hogy a Brachot traktátusbannak a vége felé tanultunk, és volt egy szép hosszú történet, ami arról szólt, hogy valaki eltemette talán a feleségét, és minden este visszajárt a temetőbe, és ott aludt a felesége mellett, és a felesége hallotta, hogy mit mond. Ez egy hosszú, nagyon misztikus történet volt, érdemes majd megnézni, kulcsszóra rá kattintva meg fogjátok találni. És itt is ugye akkor van egy vélemény, ami azt mondja, hogy ez a tudatállapot, amit a test megtart a lélek és a test szétválása után is, ez nem csak addig tart, amíg eltemetik az illetőt, hanem addig, amíg a test el nem bomlik. Különben ez ad még egy fontos magyarázatot. Mi az oka annak, hogy nem szabad el a zsidóság szerint elégetni a holttestet? Mert a test az olyan, mint az ha a férgek fájdalmat okoznak, akkor gondoljuk el, mit jelent a test elégetése. Magyarázatot ad ez arra is, hogy miért tulajdonítunk jelentőséget a temetkezés helyének, és miért járunk vissza a sírhelyhez. Mert a testnek, annak egy a lélek a lényeg, a testnek azért van jelentősége, hiszen a test és a lélek együtt volt az az ember, és ezért a lélek nyomot hagyott a testben, és ugyanígy a test fordítva nyomot hagy a lelken. Mándal, mert átsé szákelben basszal, az a véleményük azt mondja, hogy a tudatállapot addig marad meg valamilyen szinten, és addig hallja a környezetének, és érzékeli a környezetének a mozgásait, amíg szét nem bomlik a test. Az mire alapozza ezt? Mert Jobb könyvében az van írva, mert az van írva, hogy az embernek a húsa fáj, és a lelke gyászol, magyarul a test és a hús szétválása, a test és a lélek, a hús és a lélek, a test és a lélek szétválása, az egy folyamat, amiben a test még fájlal a halál után is. Mándamrácsik, azt mondja, Gajlendik szív, az a vélemény, aki pedig azt mondja, hogy addig tart ez az állapot csak, ameddig el nem temetik az illetőt, az pedig azért, mire alapozza ezt, a mi Kohelet 12-es fejezetünkre, amit eddig vettünk, hogy azt a szellem visszatér a por a földbe, és mint azelőtt volt, a szellem visszatér Istenhez, magyarul, amikor el van temetve, akkor vége, az egyik visszatérés föld lesz, a másik visszatérés az isteni végtelennek a része lesz, és nincs többet ez a tudatállapot. Oké. Ugye ez volt az utolsó mondás, egy gyakran idézett mondat, hogy visszatér a por, és visszatér a por a földbe, mint volt azelőtt, és a szellem visszatér az Istenhez, aki adta. Ugye? Ruach tosvel kimasen nasna, és a szellem visszatér az örökkévalóhoz, aki adta. Következő tanultuk egy brájtában. Nalla, kmoise nasana lecha. Az örökkévaló adta neked a lelket? Add vissza úgy, ahogy ő adta neked, büntelenül. Betahára, tisztaságban. Áf, áto betahára. Ha ő tisztaságban adta neked, egy újszülött az vétlen, vétek nélküli tiszta, akkor amikor visszaszolgáltatod a lelket, amikor meghalsz, igyekezzél olyan vétlen maradni, mint amilyen voltál, amikor megszülettél. Nem szokott általában sikerülni, de igyekezni kell. Mosele melech baszvendam, mihez hasonlíthatjuk ezt a dolgot? Mint egy húsvér királyhoz, se hinek bigdén málkusz levadom, aki gyönyörű királyi ruhadarabokat osztott szét a szolgái között. Pikhin se baj, kiplum vi nichum be kufsa. A bölcsebb szolgák, azok fogták ezeket a szép ruhákat, és nagyon ügyeltek rá, és a szekrényben tartották, és vigyáztak rá. Tipsin baj, masszabem elaha. A bolondok közöttük, azoknak elmentek, és fölvették, és abban dolgoztak, és munkaruhának használták. De amin bikés a melekeszkénó. Nem sokkal később a király kérte vissza a ruháit,
pikhénzsebben érzének, mert se imgó haci. A bölcsek, akik vigyáztak, és a szekrényben őrizték, azok visszadták szépen kivasalva a ruhákat, mint ahogy megkapták. Tipsipsebben érzének, nem sem ülök lachim. Viszont a bolondok, azok nem tudták, hogy visszaadni. Olyan csúnyán, és piszkosan, és összegyűrötten adták vissza, hogy az szégyent hozott rájuk. Szamáha melek litrász pikhén. Nagyon örült a király a bölcs szolgáknak, hogy ilyen szépen adták vissza a ruhákat. De kaászal a tipsim, de mérges volt a bolondokra. Áll a prikhino már, akik bölcsen viselkedtek és vigyáztak a ruháira, azoknak azt mondták, hogy nasszonuk lélaj le öjtszráj, azt mondja, én odaadtam a ruháimat nekik, és ők vigyáztak rá, le öjtszer. Ők ezek szerint jöhetnek a kincses táromba, jöhetnek az édenkem. De hém, jöjjön le, mert tejemre salom, de ezek menjenek csak, a többiek, akik nem vigyáztak a ruhára, menjenek csak haza, és nem akarom őket. Nem, bocsánat. Még egyszer. Ők, akik vigyáztak a ruháimra, azok jöhetnek a kincses táromba, és békében hazatérhetnek az otthonukba. De azok, akik bolondok voltak, és nem vigyáztak a ruháinkra, azokat be kell, hogy a ruhát be kell, hogy tegyem a mosásba, és őket pedig be kell, hogy zárjam a börtönbe. Magyarul, ugye akkor itt a ruha és az illető, az ugye a lélek és a testnek a párhuzama. Ha a lelket visszadtuk tisztaságban, a lélek, akkor rögtön vissza lett, az Isten vissza tudja tenni a kincses tárába azt a lelket, úgy, ahogy adta, és mindenki, a test pedig fájdalom nélkül elmúlik. De hogyha nem úgy adtuk vissza, a lelket ki kell mosni, ami ez fájdalommal jár, és a testnek is fájdalommal jár, mert mindjárt látni fogjuk, hogy a halál utáni fájdalmak és megtisztulás az nem csak a lelken, hanem a testen is kifog, és ezért mondja, hogy börtönbe kellett őket zárnom. És most el is magyarázza a Talmud. Áfakadás borkval gufon se cedikim, öjmér javai és salmi nuhal miskoiszom. Az igaz embereknek a testére, mit mond az örökkévaló, nyugodjanak békében. Jézsaiás mondja az 57-es fejezetben, jöjjön békében, jön nuhal miskoiszom, és nyugodjanak a fekhelyükön. Már nincs mosszom, és a lelkükről pedig azt mondja, vajjösszön nefse, dajni, cúrlöp, cúrlöp, ahogy Sámuel fogalmazott, és legyen mesteremnek lelke bekötve az élet, az örök élet kötelékében. Ezzel szemben a bűnösökről mit mond Ézsaiás? Állára sajmolj, mert én salaim, a már lesz a semler a sajm. Nincs nyugvása és békéje a gonoszoknak. Válni is maszom, a lelkükről pedig mit mond? Ezt nefesei vechagyik lenne, hogy szőkáfa kele. És a ellenséged lelkét paritjázza a paritja fenekében. Ez a paritja büntetése, ez erről majd mindjárt szó lesz, akkor még a következő részt is olvassuk el. Tányira Blezer öjmen is moszönsalca diking nuszöj stáhász kiszelkavaj. De Blezer azt tanította, hogy az igazaknak a lelke az örökkévaló trónjának színe előtt fekszik, és nem már a hajszó nefse dajni szurab szörekháim, ahogy írva van, legyen bekötve mesterem lelke az örök élet kötelékébe. Az örök élet köteléke az az örökkévaló trónjának a közelsége. És erre sajm zajm mészve halkesz. De a gonoszoknak a lelke, azok elvesznek és kimúlnak. És örökké, nem is elvesznek, elvesznek és örökké bezáratnak. És málach echad öjjömébe szöjfa ajlom, egy angyal áll a világ egyik végén, és áll egy másik a másik végén, és pingpongoznak a lelkükkel. Oda-vissza dobálják az illetőnek a lelkét, mint a paritja. És ezért ezt jelenti azt, hogy paritjázva paritjázzák. És nem már vesz nefesé, verhajik lenne, szöjjkáfa kell, ahogy írva van, hogy a ellenséged lelkét pedig paritjázni fogja, paritjázva, paritjában fogja paritjázni. A tánya elmagyarázza egy kicsit részletesebben azt, amit a zsidó misztika
részletesebben is foglalkozik, hogy ugye a megtisztulás, a halál utáni megtisztulás, az tulajdonképpen a leginkább a mai fogalmak alapján egy ilyen mentális, lelki megtisztulás folyamatához hasonlítható. Ugye az embernek a lelki sérülését ugyanolyan fájdalmas megtisztítani, mint amikor valamit le kell a testéről súrolni, vagy amikor nagyon ki kell valamit súrolva mosni. Ugye az embernek a lelkén mindenféle foltok és sebek keletkezhetnek az élete során, és akkor manapság ugye elmegyünk mondjuk a pszichológushoz, és a pszichológus egy nagyon kemény pszichoanalízisen és milyennek a neve, nem pszichoanalízis, hanem szóval egy ilyen lelki folyamaton vezeti végig az embert, és segítsetek már, írjátok be, hogy mi a jó kifejezés. Nem jön a számra. De mindesetre ez a folyamat, ez egy olyan folyamat, ami fájdalommal jár. Az emberek vissza kell emlékeznie, hogy mi történt, és el kell magyaráznia, és rá kell döbbennie, és meg kell értenie, milyen volt a kapcsolat a szüleivel, mi volt a gyerekkorában, mi történt itt, milyen dolgoknak volt kitéve, és ez mind fájdalmas. De ezt a fájdalmat, ami följön, ezt át kell élni ahhoz, hogy az ember úgymond megtisztuljon ezektől a belső sebektől. Hasonló módon az ember, amikor végig éli az életét, az élete végén meg kell tisztulnia, és ez a megtisztulás, ez mind a testen, mind a lelken nyomot hagy, mind a test, mind a lélek részt vesz ebben a megtisztulási folyamatban, hiszen az életet az ember a testével és a lelkével közösen élte végig. És ez az oka annak, hogy a testnek is kell, hogy valamilyen fajta fájdalma legyen. Ez az az mondjuk a férgek, amiről az előbb beszéltünk. De ugyanilyen a paritjázás, hogy a lelkével paritjáznak az angyalok az világ egyik végéből a másikba. A Tánya nagyon szépen elmagyarázza, azt mondja, ez olyan, a Tánya ugye a Chabad haszizmus egyik alapműve, ez olyan, mint amikor az ember csinál valami rosszat, és abban a pillanatban, amikor valami rosszat csinálunk, akkor egy bizonyos lelki és mentális állapotban vagyunk. És ugye mindannyiunkkal előfordult már, hogy aztán eltelik egy kis idő, másnap mondjuk, és úgy szégyeljük azt a helyzetet, amiben azt a bűnt, azt a vétkert, azt a botlást elkövettük. És úgy szeretnénk elfelejteni azt az állapotot, azt a mentális állapotot. És úgy szelektív az ember memóriája, és tényleg el is felejti. És aztán mi történik, mondjuk egy ilyen pszichológiai kezelés során, visszaemlékeztetnek, és visszavezetnek minket az a tudatállapothoz, emlékeztetnek, és elő kell venni az embernek a tudatalattiából azt a tudatállapotot, azt a mentális állapotot, amiben volt akkor, amikor a bűnt elkövette. És ez egy borzasztó fájdalmas dolog, mert az ember irtózik attól tulajdonképpen. És ez az a paritjázás, ezért nevezi paritjázásnak, amikor oda-vissza dobálják a lelket, hogy a lélek most van egy bizonyos állapotban, egy bizonyos tudatállapotban a halál után az örökkévaló közelségét megélve, és közben bevillannak neki azok az élete során elkövetett botlások, amelyekre fájdalmas visszaemlékezni. És ez jelenti azt, hogy paritjáznak a lelkével. Jó, beszéltünk akkor az igazakról, és beszéltünk a bűnösökről, mi van a közepesekkel, aki nem lehet bűnösnek nevezni, de azért igaz embernek se lehetne mondani. Amelé rábalerev náhban is jelent. Beinonim máj, mi a helyzet a közepesekkel? Amelé ikas hiva laj amriléhu háj milsza. Azt mondja, tudod, mint ha meghaltam volna, nem tudtam volna neked elmondani, hogy mi a helyzet a közepesekkel. Még jó, hogy megkérdezted. Hachám már Smuel. A következő tanította Smuel. Élu ve élu le dumanim szarim. Hallaló jés le men ajach. Hallaló én le men ajach. Szóval azt tanította Smuel, mind a ketten a dumába, a duma kezébe kerülnek. A duma itt nem az orosz parlament, hanem ez egy angyalnak a neve. Aki felelős a halottak lelkeiért, és miért nevezik Dumának,
érdekes, magyarul a duma az azt jelenti, hogy beszélni. És itt a duma az a domem, a hallgatás szóból jön. Csak érdekes a nyilván véletlen a kapcsolat. A hallgatás angyala. Ugye a halottak hallgatnak. Miben különleges egy élő ember, képes beszélni, képes kommunikálni? Egy halott nem képes beszélni, nem képes kommunikálni, és ezért a halál angyalát, a halott lelkek angyalát azt dumának, vagyis domemnek, a hallgatás angyalának nevezi. Most mit csinál velük a hallgatás angyala? A gonoszoknak ellátja a baját, a közepeseknek csak úgy vigyáz rájuk. De a közepesek nem jutnak olyan állapotba, mint az igazak, akik az örökkévaló közelségét élvezik. A végtelenség közelségét élvezik. A huka floi amelé rab meri a szidim cedikim de havu afra de szívi jaseva affara lorasz ksajja. Azt mondta rab meri, az igazak teste is elbomlik. Azokból is föld lesz, spor lesz. Ahogy tanultuk itt a Kohelet 12-ben, hogy a szellem visszatér az örökkévalóhoz, aki adta, a por visszatér a földbe, mint volt azelőtt. Tehát, hogy a földből, a testből ismét föld és por lesz, mint amiből vétetett. Azt fogjuk látni, és ennek van egy erős kavarisztikus és haszid hagyománya is, és ide vezethető ez vissza, amit most még utolsó részként tanulni fogunk, hogy az igazaknak, hogy a test szétbomlása, az ugye az egy fájdalmas folyamat, és az oka annak, hogy ezen a fájdalmas folyamaton végig kell menni, mert a test és a lélek, ahogy az előbb mondtuk, kell, hogy egyaránt kell, hogy a megtisztulási folyamatban részt vegyen. Egy szádik teste nem bomlik el. Egy szádiknak a teste az olyan kifinomult és tiszta, hogy nincs miért elbomlania, és ezért soha nem válik porrá. És ezért van igazán értelme egy szádiknak a sírjához zarándokolni, mert mivel a teste nem bomlik szét, és amíg a test még egyben van, addig azt mondtuk, hogy a lélekkel van valamilyen erősebb kapcsolata. És ezért a test és a lélek a szádik esetében továbbra is kapcsolatban van, és ezért van értelme, ugyanúgy, hogy korábban, amíg a szádik élt, eléjárultunk, és a kisugárzását élveztük, és abból feltöltöttünk, ugyanúgy a sírjához érdemes a halála után is elmenni. Van egy nagyon érdekes, ugye nem szoktunk kihantolni halottakat, de van egy nagyon érdekes és megható és drámai kis könyv, aminek az a címe, hogy Skafta de Rebi, a mesterünk temetése, és ez az ötödik Lubavitchi Rebe, aki 1920-ban halt meg, Rabbi Shalom Dov Ber Schneerson, és Rostovban, Oroszországban, Rostovban volt eltemetve. 20-ban halt meg, és körülbelül szerintem a 30-as években, vagy 40-es években, Rostovban, az pont ahogy szokott lenni, a zsidó temetőn keresztül, a hatóság a zsidó temetőn keresztül akarta vezetni, és vezette is a vonatot. És megtiltották, hogy a halottakat kihantolják, és áttegyék egy méltó helyre. És a Rebének volt egy pár tanítványa, aki még ott élt, és ők összeálltak, és a életüket kockáztatva elhatározták, hogy ők a Rebe sírját ki fogják hantolni, és át fogják vinni egy másik helyre. És ezt meg is csinálták. Az éjszaka közepén csodával határos módon sikeresen kiásták a Rebét, és átvitték egy másik helyre. Most körülbelül 10 évvel később megjelent ennek egy naplója. Valaki, aki ott volt, feljegyezte pontosan, hogy hogy csinálták, és kik voltak ott, kik voltak a résztvevők. Azt hiszem körülbelül 10 voltak, és egy pár nevet nem írt le. Csak azokat írta le, akik már kijöttek a Szovjetunióból, mert félt, hogy New Yorkban adták ki ezt a könyvet, és attól félt, hogy ez majd nyilván, hogy ezt megtalálja a KGB, és föl fogja keresni azokat, akik 10-15 évvel korábban ezt a bűnt, államellenes cselekedetet elkövették. És leírja, hogy amikor kiásták a Rebének ugye soha nem szokott erőfordulni, amikor kiásták a Rebének a sírját, és kiemelték a koporsóból, akkor
a rebének a, úgy olyan volt a teste a ruhával együtt, a halotti ruhával együtt, mintha tegnap temették volna, az egyedül a bal lábán volt egy kis rothadás a testnek. Pedig ez már 10-15 évvel a temetése után volt. Nagyon érdekes történet. Most erről fog beszélni, most erről lesz szó, hogy, és vita van a talmudi bölcsek között, hogy ez tényleg így van-e, hogy az igaz embereknek a teste nem bomlik szét. Történet. Történt egyszer, hogy Rav Nachman kertjében, vagy földjén a munkás emberek ástak. És mi történt? Az ásás közben egyszer csak az ásójuk beleakadt valamiben, és kiderült, hogy ez egy holttest. És rájuk kiabált a holttest. Ki volt ez a holttest? Kinek a holtteste te volt ez? Achai bar Yoshia. Achai Yoshia fia. Azt mondom, hogy Rav Nachman. Mikor ezt megtudta, hogy kiabál a holttest, akkor nagyon megijedtek, és elszaladtak Rav Nachmanhoz. Jött Rav Nachman, és azt mondta neki, Nechar ben Gavra. Ők elszaladtak Rav Nachmanhoz, és mondták, egy halott kiabált velünk. Assza erre odajött a sírhoz, a felhontolt sírhoz a Nachman. Amelé, man niu már, azt kezdte tőle, ki vagy te? Amelé, anna achai barébi oishiai. Azt mondta, én rabbi oishiai fia vagyok. Amelé, ved láv, amár, de meri, a szintén szadikin, de habu afra. Erre elkezdett vele vitatkozni Rav Nachman. Azt mondta neki, hogy te még itt van a tested, és még itt kiabálsz velünk? Hát azt tanított rá Meri, hogy a cánikoknak, az igazaknak a teste is szétbomlik. Amelé un mani mari, de loja danelé. Azt mondja, és kit érdekel, mit mondott rá Mari? Engem nem érdekel, nem ismerem őt. Amelé, ha, kriksi, azt mondja, jó, őt nem ismered, de ez egy konkrét írás, ami azt mondja, hogy visszatér a por a földbe, amiből vétetett, magyarul a testednek el kéne bomlania. Amelé. Erre azt mondta rá Nachmannak, vitatkozott még mindig vele a halott. És azt mondta, itt lehet, hogy okoskodsz, és olvastad a Koheletet, amiből idézted, hogy visszatér a földbe a por, ahol volt az előtt, de úgy látszik, a példabeszédeket nem olvastad, mert a példabeszédek 14-es fejezet 30-as mondatában az van írva, ure kávat szomolysz kina, hogy a csontok elbomlása, rothadása az irigység miatt van. Kolmis és le kina be nivaj, át szmolyszom már kivim. Az az ember, aki az élete során irigykedik, annak a csontjai szétbomlanak. Kolsen kina be nivaj, én át szmolyszom kivim. Az, akinek viszont nincsen irigység a szívében, annak nincs miért szétbomlania. Majd mindjárt vissza fogunk térni. Gassasé. Erre Rav Nachman hozzáért a holttesthez. Hászé, de ízbé, már sosa. És tényleg érezte, hogy a test az egyben van. Amelé lékum már le gavide vészé. Erre azt mondta neki, koncepciót váltott, és azt mondta neki, na uram, akkor kelj fel, és gyere velem. Amelé galéssa dajtok da filo nevielői karisz. Erre azt mondta neki, látszik, hogy milyen tudatlan vagy, mondta neki a halott. Nem olvastad ugye az előbb a példabeszédeket, és úgy látszik, a proféták könyveit sem olvastad, mert ezért kér azt mondja, Dixiv, miért dártam ki a nia semmi piszkihez kívül egy székem, majd megtudjátok, mondja Ezékiel, amikor a halottak feltámadásáról, profétál, majd nem tudjátok, hogy én vagyok az örökkéval, amikor felnyitom a sírhelyeiteket. Mondja, azt akár kell mondani, én nem kelhetek föl, amíg az örökkévaló nem kelti föl a halottakat. Amelé, haksziv ki afanatta van falasuk. Nachman még mindig nem akart kibékülni ezzel, hogy most itt van egy holttest, és ez még nem bomlott szét, és még itt társalog vele. Azt mondják, na jó, de mégiscsak az van írva, értelek, de mégiscsak az van írva, hogy és a por visszatér a földbe, ahonnan vétetett. Hát akkor hogy lehet, hogy te nem bomlottál szét? Amelé a húsa, áhász, kajdint, hiesz, azt neki, tudod mit? Az mire vonatkozik? Hogy a cádikok, az ő testük nem bomlik szét, de egy perccel a halottak föltámadása előtt szétbomlik a testük, és aztán újraépül. Szóval a szétbomlás megérkezik, de majd csak
legkésőbb a feltámadás előtt. És itt különben ez egy nagyon szép kis történet, a Márso, úgy emlékszem a Márso, de lehet, hogy ez a Schreiber rabbia, Hassam Soifer, a pozsonyi rabbi, most nem emlékszem, hogy hol olvastam, ő azt mondja, hogy az egész történet, ez egy metafora, és itt tulajdonképpen nem arról van szó, hogy tényleg párbeszéd volt Reb Achai, Rebbi Jöjsiai és a Rav Nachman között, hanem megtalálták a holttestét, ami nem bomlott szét, és úgy megijedtek, úgy érezték, mint a kiabálna velük a holttest. Rav Nachman kiment, és nem tudta megérteni, hogy hogy lehet az, hogy nem bomlott el a holttest, és a fejében zajlott le ez a párbeszéd a halott és közte. És mint tulajdonképpen egy ilyen érvelés volt, hogy akkor most szétbomlik, nem bomlik szét, és mi az oka, és mi nem. Ez egyik dolog. A másik, amit itt mond közben, hogy a Mislében azt olvassuk a példabeszédekben, hogy annak a teste bomlik szét, aki irigykedett az élete során. Az irigység, az felerősíti a test bomlását. Ugye lehet úgy is értelmezni, hogy az irigység ez egy nagy bűn. Ugye az irigység az egy... Márso. Köszönöm, Balázs. Márso mondja ezt, hogy a fejében zajlott le a párbeszéd. Oké. Okay. Szóval... hol tartottunk? Igen, szóval lehet úgy is értelmezni, hogy egyszerűen az irigység az egy nagy bűn. De itt többről van szó. És azt mondják a kommentárok, hogy amikor valaki irigy, akkor mint hogyha belülről valami bomlasztaná, mint hogyha úgy érezni, hogy valamilyen hiánya van valamiben. És ez az az érzés, amit az ember sokszor érez, az olyan, mintha őt magát szétbomlasztaná, és ez az, ami megvalósul a testével a halála után. Amelyahu, utolsó epizód. Amelyahu, Cedduki Rava Bau. Azt mondta egyszer egy eretnek, Rava Bau-nak. Amri szón is, masszus a cedikim, nuzai is tákszak hiszelka, hogy ti azt mondjátok, hogy az igazaknak a lelke, az örökkévaló trónja alatt van bekötve. Olyva támja, héha aszkel és múl benegida, akkor hogyan lehetséges, hogy az a varázslónő elő tudta hívni Sámuel lelkét, amikor Saul háborúba ment. Ugye Saul háborúba ment a filiszteusok ellen, Gilboában, és ez már Sámuel halála után volt, de Saul nagyon félt a háborútól, és nem tudta már megkérdezni Sámuelt, mint annak ide, amikor Sámuel proféta még élt. És mit csinált? Egy nagy bűnt követett el. Az off bűne az, amikor egy lelket előhívnak varázslással. És ő elment egy varázslónővel, és előhívta a lelkét Sámuelnek. Most, hogyha a lelke tényleg elszakad ettől a világtól, és a túlvilágon az örökkévaló trónjánál van bekötve, a végtelenséggel válik, feloldódik az isteni végtelenségben, akkor hogyan lehetett előhívni a lelkét? Amelé, haszom összeéksném, haszom összeéksném, haszom összeéksném, hogy abban a történetben mi volt, ez még benne volt a 12 gyász hónapban. És rögtön a halál utáni 12 hónap, az még egy olyan időszak, ahogy mondtuk, amikor még a test és a lélek fokozatosan válik el egymástól, és ezért a lélek még valahogy jobban kapcsolódik ez a világhoz, és így még van lehetőség a léleknek, a lelket erre a világra valahogy visszahozni. Tehát Tánya Kalos Némaszor Helyes Gufai Kájom, ahogy tanultuk, az első 12 hónapban a test sem bomlik még teljesen szét. Minis Maszor Öjlevei Redesz, és az embernek a lelke is lefölmozog az égből le a testhez, vissza az égbe, és így tovább. Lákás Némaszor Helyes Gufbata, 12 hónap után a test már elbomlik és megszűnik, Minis Maszor Öjle, és erre a lélek fölmegy, és súv én éredesz, többet soha nem száll alá. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, szerintem nagyon érdekes és izgalmas dolgokról tanultunk ma, és remélem, hogy holnap is lesz lehetőségünk folytatni. Addig is mindenkinek jó pihenést, jó éjszakát, és egy sikerekben gazdag napot kívánok.